Helyi témával folytatjuk. Három új duális képzési szak indul jövő szeptembertől a Nyíregyházi Főiskolán. Gyakorlatorientált, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzéseket kínál a következő tanévben a főiskola. A duális képzésben munkatapasztalatot szereznek a hallgatók, a cégektől pedig fizetést is kapnak. A duális képzés már egy szakon elindult. A stúdióban köszöntöm dr. Szigeti Ferencet, főiskolai tanár, és a duális képzés felelőse tulajdonképpen, mondhatom így, hiszen ma is volt egy olyan záró rendezvény, amelyben egy Európai Uniós projekt keretében a duális képzés tartalmát is kidolgozták, és talán kezdjük is azzal, hogy amikor nemrég a Nyíregyházi Főiskolán a felvételi kampány nyitó volt, akkor elhangzott az, hogy ez lesz a következő tanévben a legelsődlegesebb feladata a főiskolának, vagy már jövőre az egyetemnek, hogy ezt a duális képzést megalapozzák az intézményben. Hogyan teszik ezt? Jelenleg egy szakon indult el a duális képzés, a gépészmérnök szakon, és most ez a pályázat, amelyet ma zártunk, azt segíti elő, hogy ezek a képzések tovább bővüljenek, és a következő tanévtől három újabb szakon indulnak el. Ezeknek a képzéseknek a programjait dolgoztuk most ki a pályázat támogatásával, és nyújtottuk be akkreditálásra, tehát minden esély megvan arra, hogy jövő szeptembertől már nem egy, hanem négy duális szakon indulhat el a képzés a Nyíregyházi Főiskolán. Egy szakon elindult ebben a tanévben szeptembertől, és 12 hallgató részt vesz ebben a képzési formában, ebben a képzési rendszerben. Nem sok, de azért meg vannak tapasztalatok, melyek ezek? Egyenlőre az elméleti képzési szakasz zárult le. Azt tapasztaltuk, hogy ez a 12 hallgató motivált. A cégek arra kérték, hogy az elméleti képzés közben is vegyenek részt náluk különböző rendezvényeken, foglalkozásokon, beszámoltatják őket, számon kérik rajtuk a tanulmányaikat, nem elégednek meg egy kettes eredménnyel, hanem hármas, négyes eredményt várnak el ezektől a hallgatóktól, tehát minden esély megvan arra, hogy ezek a hallgatók jól fognak teljesíteni, nem csak az elméleti képzés során, hanem a gyakorlati képzés során is. Amire utaltam az imént, hogy a felvételi kampánynak volt egy nyitó sajtótájékoztatója, ott az egyik céggel, illetve azt követően még 24 céggel egy együttműködési aláírás és egy együttműködési megállapodás is megszületett, mégpedig a duális képzésért. Azóta már bővült is a létszám. Hány cég és milyen profilú cégek fognak részt venni a rendszerben? Akkor a sajtótájékoztatón a gazdálkodás és menedzsment szakhoz kapcsolódó cégekkel történt az együttműködési megállapodások aláírása. Azóta a műszaki szakokon is bővült az együttműködő partnerek köre. A gazdálkodás és menedzsment szak mellett a közlekedésmérnök, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök képzés területén új partnerek írták alá a szerződést. Szám szerint az egyik szakon 3, a másik szakon 4, illetve a gépészmérnöki szakon is bővült, újabb 5 cég vesz részt a duális képzésben a következő tanévtől. Tehát nagyon szépen gyarapodik az együttműködő partnerek száma, most már 30-nál járunk. Ugye a felsőoktatásban az egyik prioritás az, hogy nagyon sok egyetemen, főiskolán meg szeretnék erősíteni a természettudományos képzést, a műszaki képzést, vagy itt a mi megyénkben a mérnök képzést, az agrármérnöki képzést főként, vagy kiemelt helyen. A munkaerőpiacon mit mondanak, vagy mit jeleznek ezek a cégek, milyen szektorokból szeretnének a duális képzésbe egyrészt bekapcsolódni, másrészt pedig milyen szektorokban van netán felsőfokú végzettségű munkaerőhiány? A műszaki területen a mérnökök nagyon keresettek. Hallottuk már, hogy például a Contitech is bővít, jövő szeptemberre felépít egy új csarnokot, ahol 550 dolgozót fog foglalkoztatni, ezek közül becslések szerint 50 mérnökre lesz szükség. Úgy hallottam, hogy az Eisman is fog bővíteni, illetve a Lego is, tehát az ipari park bővülésével egyre több mérnökre lesz szükség. Én úgy gondolom, hogy ezek a szakemberek, akik az elkövetkezendő években kikerülnek a friss diplomásként, most már gyakorlattal rendelkező duális hallgatóként, jó munkahelyeket fognak találni, és ebben a régióban fogják megtalálni a helyüket. Többek között azért nagyon fontos a duális képzés,
mert egy olyan széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkező diplomásokat képes kibocsátani, akik első perctől fogva már gyakorlattal rendelkeznek, és szívesen fogadják őket a munkaerőpiacon. És bízunk abban, hogy ezeket a fiatal szakembereket nem fogják Dunántúra csábítani, hanem itt kapnak majd megfelelő ajánlatot az egyre bővülő ipari parkban. Illetve hát ez az ők döntésük is lesz majd természetesen, hogy hol helyezkednek el, mert hogy ebben a formában, a duális képzésben mit vállalnak a hallgatók, és mit vállalnak föl a cégek? A cégek vállalják a hallgatók gyakorlati képzését, a hallgatók vállalják, hogy ezt lelkismeretesen végig viszik ezt a képzést, és ezt követően gyakorlatilag egyik fél sem vállal kötelezettséget, hogyha a cég olyan ajánlatot tud tenni a hallgatónak, amely számára előnyös, akkor itt marad, de nem kötelező maradnia. És hát a cég persze valószínűleg igyekezni fog olyan ajánlatot tenni, hogy ez vonzó legyen a jelölt számára, hiszen ha már 3,5 évig foglalkozott vele, és gyakorlatilag az ő igényei szerint betanította, akkor fontos számára, hogy itt maradjon a hallgató, és foglalkoztassa. Ugye nagyon sokszor elhangzik az, hogy a duális képzésben a hangsúly a gyakorlaton van, a munkatapasztalaton van a hangsúly. Mennyi időt töltenek el a gyakorlatban, a gyakorlattal mennyit foglalkoznak a hallgatók ebben a képzésben? Minden elméleti szakaszt követően hosszabb időtartamú gyakorlat következik. Nagyjából olyan óraszámú gyakorlat van beiktatva a programba, mint az elméleti képzés. Tehát ha ezt összeszámoljuk, akkor 3,5 év alatt közel 3000 órás képzés. Tanévenként 22 héten keresztül foglalkoztatják a hallgatókat. Tehát ez a korábbi gyakorlathoz képest óriási mértékű növekedés. Valóban lesz alkalma a hallgatóknak arra, hogy beilleszkedjenek az üzembe, megismerjék a technológiai folyamatokat, azokra a készségekre szert tegyenek, amelyet a vállalatok jelenleg hiányolnak egy friss diplomás esetén, tehát például a projektszemléletet, a projektmunkában való részvételt, a csoportmunkában való munkavégzést, a probléma megoldást, a stratégiákban való gondolkodást, tehát ezekre mind lehetőség nyílik a gyakorlatok során. Van olyan cég, van olyan gazdasági szervezet, akár itt Nyíregyházán is, amelynek már van tapasztalata a duális képzésben, ha nem is felső fokon, de a középszintű duális képzésben. Ezek közül, a cégek közül vannak most olyanok, amelyek bekapcsolódnak a felsőfokú duális képzésbe, és számukra elkészült egy emelt szintű, speciális és minőségi tananyag. Mit tartalmaz ez, és hogyan fejlesztették ki számukra, miben segíti majd őket? A vállalatokkal közösen fejlesztettük ki, tehát először megismertettük a vállalatokkal az elméleti képzési programot, ajánlatot tettünk, javaslatokat fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy ezt az elméletanyagot milyen területeken lehet a gyakorlatra lefordítani, tehát milyen gyakorlati képzést képzelünk mi el. Aztán ezt egyeztettük a vállalati szakemberekkel, és elkészültek ezek az üzemi tematikák, minden esetben illeszkedve az üzemi specialitásokhoz. Tehát nincs két egyforma program, minden cég a saját lehetőségeihez, felszereltségéhez, szakembergárdájához igazított egy olyan gyakorlati programot, amelyet végig tud vinni a hallgató, és ezen keresztül minél több gyakorlati ismerettel kiegészítve az elméletben tanultakat tudja begyakorolni azokat az elméleti tárgyakat, amelyeket a megelőző időszakban mi megtanítottunk. A duális képzésre hogyan fogja toborozni, vagy kiválogatni a nyíregyházi főiskola a hallgatókat? Minden azon múlik, hogy hányan választják a duális képzést. A hallgatóknak ugyanúgy kell jelentkezniük, mint egyéb hagyományos képzésre, de meg kell jelölniük, hogy a duális képzésben szeretnének részt venni. Ezt követően jelentkeznek a cégekhez, több céghez is jelentkezhet egy hallgató. A cégek felvételiztetik először, közlik a felvétel eredményét. Olyan eset is volt már eddig is, hogy a legtehetségesebb hallgatót 3 cég is felvette. Ebben az esetben a hallgató fog választani, hogy mely céghez megy. Ez még az első lépcső. Ezután jön a felvételi, és ott kiderül, hogy lehet, hogy a cég felvette, de lehet, hogy nem érte el megfelelő pontszámot, és mi nem tudjuk felvenni, tehát csak azok léphetnek be a duális képzésbe, akiket nem csak a cég, hanem a főiskola is felvett. Ha mind a két feltétel teljesül,
akkor szeptemberben duális hallgatóként kezdheti a tanulmányait a jelölt. És remélhetőleg minél többen lesznek. Köszönjük szépen, tanár úr! Köszönöm szépen!